Várjál, fél haldoklását, már úgy meg vagyok fázva. Hallom. Öha. Relé nem volt, mert írt nekem fél háromkor. Nem jelzett, mert nem is volt itt bent. Már tényleg be tud jönni már magától. Írtam neki, hogy jöjjön. Találtunk három generátort, bazdmeg. Te király vagy. Most visszük hazafele. Tényleg el is felejtettem, hol tartunk ott, hogy kell generátor, kell kaja. Sok fegyver. Sok hamó, bulletproofok. Megyünk a rendőrségre? Oda is kéne menni. Ja, de jó. Most találtunk olyan raktárt, ami tele, most találtunk olyan raktárt, ami tele volt, volt benne sörétes, meg egy gépfegyver, meg hozzá lőszerek, meg találtunk hozzá gyújtólőszert. Melyik az a négy személyes kocsi, amit megérni használni? Ja, most a Range Rover-t használjuk, telepakoltuk, ugye ennek van a legnagyobb férőhelye. Ja, szép is. A két hátsó ülést. De az nem két személyes? Négy személyes. Ó, fasz. Négy személyes, telepakoltuk a csomagtartót, meg a két hátsó ülést, és meg a hátizsákjainkat, azt úgy jöttünk el. Aztán most úgy lesz, hogy jó, viszünk még egy autót, és akkor még több tárhely, mert akkor az anyósra is lehet pakolni még cuccot, nem csak a két hátsó ülésre. Tört ez ennyit. Hátulról lepakolok a táskámba cuccokat. Erre kell menni? Még le? Nem mentél túl? Hát, nem tudom. Én vezetek, nem az út, nem a térképet nézem. Túl mentél. De menj tovább, mert itt erre felé is lesz majd egy kereszteződés, ami rövidebb az út hazához. Legalább fejleszted. Lett betéve még egy mod? Nem. Nem raktam most bele semmit. Tudom, valamit pofázott nekem a játék, de nem tudom. Nem, nem, frissítve lett egy mod. Frissítve lett. Volt rá frissítés. Luával van programozva. Meg majd izét kell megcsinálni, Dávid, az útból elvinni az autókat. Az útról. Jó, ezeket. Ez a picike. Ezeket majd elvinni az útról. Dávid, te meg hazaérünk, fogsz egy kibaszott zsebkendőt, mert már faszom ki vagy itt köhöjtsasz. És akkor majd itt majd balra az autóhoz képest. Igen, csak itt, hogy elindítottuk, lehet még állítani beállításokon? Ma azt beszéltük Dáviddal, hogy azért ennyire éhes, meg szomjas, meg unatkozik, mert túl hamar eltelik egy nap. Igen, de viszont az is kiderült, hogy amit szólóba kipróbáltam, mivel most nagyobb idő volt, nagyobb időre van állítva egy nap, az a hátrány is, hogy sokkal tovább tart mondjuk elolvasni egy könyvet is. Ó. Oh. Pedig itt se tart a rövid ideig. Hát itt se. Ó, csak nekem folyamatosan a kurva anyját depressziós a karakter. Valahogy rá kéne jönni, hogy mi a fasz, ez akkor múlt eddig el, ha iszok. Bármit csináltam. Az unalom csak akkor múlt el, ha vezettem. Nem a magazinak könyvek szinte el se. Hogy tizet el kell olvasom, hogy egy stádium csak lemenjen. Elmúlni, azzal múlt nekem el, hogy beülök a kocsiba, de az a 15 másodperc vezetés után elmúlta. Ja, azt mondom, meg mindig elkövetem ezt a hibát. Jó, most ugye beszéltem is, hogy nézegettem, hogy mikor töltök be azt, hogy 1000 éve betöltöttem már. Na várj, hogyan tudok én egyáltalán ezzel ellen tenni bármit is? Ti vagytok itthon, ugye? Aha, igen. Oliver, hogy tudok én ilyen zsebkendőt habbaszogatni? Hát van nálad? Nincs, de hogy hogyan működne ez? Fogalmam sincsen, gondolom, ugyanúgy, mint hogyha hílelnéd magad. Ezért fölmész, akkor a fönt, az emeleten a fürdőbe raktam zsebkendőt. Most hoztátok meg a generátort, mi? Micsoda? Most hoztátok meg a generátort. Ja, rá kell jönni, hogy kell beízni. Beüzemelni. Hoztál már, vagy én nekem kell hozni? Micsoda? Generátort. Még nem hoztam be a kocsiból. Hozok hármat, találtatok itt, egyet mutat. Hát, mert nem hoztuk el, kettőt hoztunk el. A harmadikra már nem volt hely. Értem. Azért majd még vissza kell menni.
Mi a bajom? Extrém módon... Ja, extrém módon leterhelt. Azi. Ó, még mindig van fájdalma. Találtam 9 millis lőszert, ezt be is nyakaltam. Be is nyakaltam. Hát igen, itt nincs pince, úgyhogy igazából, hogy hol van az áram. Látás az... Most egyelőre lényegtelen. Éj, hogy az áram. Hát, hogy most hova rakjuk generátort, az most egyelőre lényegtelen, csak hogy legyen áram. Lényegtelen csak. Hát miért kegyen? Ja, az meg a másik. Hol van a generátor? Gondolom kell hozzá egy... Generátor felcsatáltatás. Jaj, bajba vagyunk. Kell hozzá gépészet fogadni. Villanyszerelő. Meg az. Szakmára, vagy tanult ismeretekre van szükség működtetéshez. De jó. Dávidnak van, nem? Valamelyik biztos van. Hol van a generátor? Itt van nálam, hello. De volt nálam. Ja? Mert felvettem generátort. Nem a hátsó ülésem van. De nem először beláttam volna. A hátsó ülés nem mindent kipakoltam. Figyelj, ha nálad van a generátor, akkor kibaszottul leterhelt vagy, mert... Ja, tényleg nincs itt. Ha már kezd unatkozni, azt mondja. Nem mondta, hogy ott hagytam el az én generátoromat, amit én vettem fel. Nem meleg. Jó. De lehet, hogy én ott hagytam a generátort így végül, mert úgy látszik, nincs nálam. Mert én felvettem a generátort, és kiírt egy extrém letelt, hát úgyhogy biztos, hogy... Viszont már bazd meg, sose gyógyul meg ez a kibaszott seb, leszopom magam. Nem tudom, hanyad gyereket a múlire. Vagy akavat. Gyógyításhoz van írva ez a zsebkendő, de nem tudom, hogyan kell használni amúgy. Mi az, hogy írja? Nekem írja alul, hogy error, ilyen pirossal. Fekete pirossal, és szám, megy egy szám pörög felfele, mint az állat, az mi? Nem tudom én sem. Szerintem valami vörös sok hiba, de meg nem nagyon láttam. De nektek is ez van? Volna, hogy, hát én most leszartam, mert még nem igen. Neked is ez van? Negatív volt, aha. Nekem ide az, hogy tudok magamtól semmit kitenni ám. Ha ide fagytam volna. Ez bebukkolt. What the fuck? Ja. Mozogni se tudok. Az vagy. Nem, most van bütykölsz vele állítólag. De nem tudom megszakítani. Igen. Volt zseblámpa a keszítartóban. Ja, az fasza. Meg zsebkendő is van benne. Vélemény szerelési szakma volt, tanult ismeretekre van szükség a működtetéséhez. Állapot a 100% anyag nulla, meg fogja tölteni az épületet mérgező füstre a hajtüzemmel. Ajjaj. Igen, szóval ezt... Én itt felkapom. Jó, szóval nem jó, hogyha bent van magyarul. Nem jó, ha bent van. A probléma? Éreztem. Mit csináltak? Akkor FPS droppon volt, hogy csak már. Oly most hoztunk haza pont két könyvet villanyszerelésről. Azt mondja, hova kössem. Ide kötöm a falhoz. Jó, akkor
tanulnom kéne villanyszerelést hozzá. Generátor info. Be tudtad kötni? Nem. Meg kell hozzá. Ja, itt a generátor látom. Fel kell tölteni. Várjál, keresek egy flashlightot, mert tökön szúrom magam most már, az meg nem látok semmit. Hogy az anyádat cseszted megint. Na, jövök. Sokkal jobb. Ja, világosodik mi? Dávid? Igen? Van benzines kanna? Hogy ne lenne? Most visszak ide egyet. És ez elég lesz szerintem? Nem tudom, ugye kiderítem. Jó, akkor még hozok. Generátor info. Állítólag. Ez nem. Nem rakod bele semmit. Mert ezt a föl kell csatolnunk szerintem. Várjál. Miért fel tudja csatolni? Nova timing. Most töltöm bele. Töltöd bele? Aha, 80%. Az komoly, egy kannából 80%. Oké. Megvan. Tele van. Tele van. 100%-on, aha, teleraktam, mondom, egy kannából 80%-ot töltött fel, mondom. Ja, figyeltem. Jó, akkor nem tudom, milyen villanyszerelés kell ahhoz, hogy fel lehessen pakolni az áram a hálózatra. Ne is rakom a kannát a roverbe, hogy meg megtöltsük őket. Állapot 100%, üzemanyag 100%, most már csak össze kéne kötni a házzal generátor. Ja, valahogy. Hát olvasni akkor villanyszerelést. A vaksötétben megindult az olvasás. Jó az. Ez fogyatékos? Most így hirtelen nem tudom, hogy hogyan lehet ezt fejleszteni. De szerintem úgy lehet, hogy szétbontok, meg összerakok ilyen fémes szarokat talán. Itt javítom a kukrin. Ami nekem itt szétessen használat közben, már rosszul leszek. Jaj, akkor kéne még egy króbár, igaz? Aha, ha találok. Látom kettőt is, rakjuk mindkettőt a csomiba. Sőt, nem is a csomiba, hanem a... Amíg celluxod? Nálam nincs, de izébe lehet, hogy van. Egy darab kéne. Vagy ragasztószalag. Van az van viszont. Vagy... Hova mentél? Én is láttalak. Itt vagyok. Itt vagy. Gyere, itt van. Földön, vagy hol kell? Földön, aha, földön. Én is megizélem a kukrit. Jó. Jó állapotú lett nagyon.
nem is akartam beindítani. Most hova rakta? A tő... Ember. Mi az? Semmi. Tudja a játék. Te a földre. Le. Na, megkezdjük egy cigit. Meg vagytok, mehetünk a rendőrségre, nem? Dávid? Olvasok. Mert akkor útközben majd olvasok. Melyik autóval megyünk akkor? Hát a Ranger mindenképp. Vannak a nagyobb... Nem gondoltam, hogy lesz meg 36-os. Ha nem volt finom újraindítás, akkor szerintem nem lesz. Ennek csak 13-as. Mondom, hogy a finom újraindítás az abból állna, hogy mindent törölne. Úgyhogy ez azért nem jó. Milyen finom újraindítás? Nem, van ilyen opció, hogy finom újraindítás, és akkor így a lootokat visszapakolná, de még a földről is törölni a dolgokat szerintem. Az baj, mert túl sok cuccunk van a földön. Lehet, hogy portos kipakolna, ki tudja. Rendőrségem. Kéne, hogy amó bulletproof, meg sztőtáska, meg pisztoly, meg amó legyen, meg shotgun. Jó, én beültem. Tőle mehetünk. Melyikbe ültél be? Én a visszámba. Jó, akkor én vezetek viszont. Végre! Fölöbb a hétvégi vezető, hogy nem tudta Dávid mindíteni az autót, azt nekem kellett vezetni. Csavar fel a lámpát, mazsola. Megöttünk jön a Knight Rider. Az igen, itt volt egy mészállás. Már rendeztünk egy a falmukat. Még utoljára Olival mi is izé. Lőttünk egy csomó zombit. Szép ez a látvány. Halott zombi, jó zombi. Partja jó. Magyar mondás. Most írtam. Hoppá! Dávid úgy volt vele, hogy most kinyírjuk a kocsit. Ez meg ennyit nem fog mire vélni. Olivier csinálta volna, akkor lehet, hogy akkor ez lett volna a kocs vége. Nálad gyorsabban meg. Az ott jobbra mi volt vajon?
Igen, Dávid, nem tudsz kanyarodni ezek. Mi? Rákozni térképet néztem. Én neked tökre már... Tökre távol voltam, bab meg. Mindig mi van a Dávid kezébe? Villámhárító van a közedbe? Kávé. Nem hiszem, hogy amúgy respawnoltak a cuccok a... Nem, szerintem nincs ilyen respawn amúgy, az a baj. Szerintem sem. De azt hittem, hogy a másik városnak a izéját nézzük majd. Ja, én is úgy tudtam, hogy csak így mondom, akkor elindultam, hogy rendőrség, ezt az egyet rom, hogy itt van. Ezt már kiszedtük rendesen. Ami most egy kis folyadéknak örülnék. Nincs valakinél? De van. Van. Ja, azt ott itt iszol ebből. Ó, persze. Tényleg. Ezt is nálam egy hadsereg izé van palackokból. Az meg nem pakoltam le. Ajaj, ajaj. Mi az? Hát páran vannak. Hosszú szúró fegyver plusz egy, ez az. Ez az. Kibaszott gyilkológép. Na akkor melyik városba mennénk el? Nem tudom. Mert ugye hát csak így nem tudunk sok városnak a pozícióját. Nem tudom egy párnak. Mert Louisville-t oké, látom, de hát azzal... Az kicsit messze van. Én háromét is látom, csak egyik sincs közel. Ja, tudunk úgymond menni nyugatra, vagy délkeletre. Olyan nyugati, ahol onnan elhol voltunk raktárépület, Dávid, onnan nem hozt, onnan ott nem voltunk azon a rendőrségen. Ott is van egy rendőrség? Hát, biztos van. Ja, jó. Meg a raktárakat, amikor fölnyitogathatjuk. Vagy itt felettünk éjszakon, ahol kezdtünk, az mi? Ez is egy város, nem? Nem tudom. Na mi van, nem? Hát én is alig tudtam valamiért beszállni, úgyhogy... Ja, mert ez három ajtós. Nálam nyitva a csomagtartó, meg be van törve a szélvédőnk. Az, mert nincsen lehet egy olyan... Ez nem a benzinkút, amúgy akkor össze tankoljunk. Tankoljunk. Feltöltjük a kronyerét a benzes kamerát. Vannákat. Itt nagy földön egy karnapontra álltál. Ja, várjál ezt onnan ki. Kanna, Anna lóbálja nagyba. Én nem tudom. Ajaj, várj. Ja, csinálom. Másik oldalt van a tankja. Egyből bám. One shot. One kill. Nem mondta, hogy kézbe kell tartanom hozzá amúgy. Én nem tudom megtölteni. Nem mondod, hogy kannából kell. A passzál föl. Ja, mert... Nem tudom megtölteni, és innen valami. Én sem tudom feltölteni. Na jó. Akkor marad a kannás mód. De várjál. Azt nem mondta, hogy ki járom miatt nincsen tudok használni. Problémás lesz így viszont akkor. Mert szerintem akkor lehetséges, mert így ez a fucked up szituáció, mert most itt vagyok 8 üres kannával, és nem tudok rájuk tölteni. Az baj. A kutat addig tudjuk használni, még egyszer ki nem ürül, aztán ennyi? Szerintem, nem, szerintem nincs áram a kutat. És azért nem tudjuk kiszedni belőle a cuccot. Hát meg lehet, de...
Akkor más csinálunk, Dávid. Igen. Akkor megszippantjuk itt közelbe az autókat. Van egy pár, valamelyik biztos lesz benzin. Anya, jó az a szurka. Ja. Mert messziről elkerülött, hogy jújjúj, kis segítség. Várjál, mennyim volt? Már lehet, hogy tudok csinálni neked is egy ilyet. Elvek a kukriba. Jó az, de messzire letartod őket. Jó. Hú, mit kapott? Alulról felfele, de rillesen kivágtam az agyát. Oliver kocsi is nagyon ütött már. Mire menjünk egy ide, hogy nézzük meg ezt a kocsit. Hogy kell? Még nem csináltam ilyen leszívást. Kell hozzá kanna. Ma van egy Rosewood térkép, várja. Viszont a vehicle, hegesztő maszk és propán égető. Fosol! Jaja. Vigyed már, fosol! Én? Nem, nézd már, Dávid, itt ahol állok. Ja, fos... Foszol. Én. Hát be úgy hangzott az is. De úgy hangzott, mondtam, hogy nézd, Dávid, fosol. Ott direkt odaálltam a felirathoz. A halálom kaja nincs, az kinél van, mert piátus tudok szolgáltatni. Megy be a benzinkútra. Jó. Au, au, au. Hát ezekben nem igen volt benzin, az a nagy büdös magyar helyzet. Hello, Ice Cube. Az igen, ez mi volt? Aki üvöltött. Te voltál, nem? Én nem. Zenedi hang volt. Ott nem én voltam. És csak ilyen kamu hangok, ilyen jumpscare-ek? In the basement volt egy villanyszerelő magazin, az jöhet. Fáj a nyakam. Ez elég erősen ki van pakolva. Szárított húsút, jó van. Piros éres gyökér, ez meg mi a fac? Cukorka. Te vagy már egy cukorka, mi? Ó, képregény, magazin, újse horgászat. Új, itt van szóda. Hát, azok az sincsen közel Rosewood. Itt most álltam Rosewoodhoz térképet. Három palack víz, az is jöhet. Rohadt messze van Rosewood. Na, nincsenek közel a dolgokra, hagyjanak majd. Azért van ennyi mérevet térkép mód amúgy. Viszont összekállom. Valaki van egy szolgat? Én voltam. Gondolom. Úgy is van még egy csomó folyadék. Olyan kell. Itt van. Szar. Itt a cuccokon van. Folyadékokat hozom most el akár a pillanat. Mert csak ezek a célérességek.
készülék. Világszerelő magazin, 4. szám, az is jöhet. Tisztító folyadék, fehérítő, tűzoltó készülék. Ja, az is van. Ah, másodjára. Van nála cigi? Mert én esküszöm, hogy emlékszem, van. Hogy hoztam cigit és nem találom. Majdne lenne. Van. Hova tűnt az én cigim? Van nálam 6 doboz cigi. Ah, és meg a cigi. Gyere. Ja, hoztam valahogy. Oké, vele. Várjál, meg most pont szomjas lettem. Kurvák, faszom. Hol egy szóda? Hova a kövére? Várj. Várjál, mert ready. Hé, Dávid, hova mész? Én nem látom mögöttem. Nem vagy mögöttem. Most látom, várj, jobb klikkel. Hol a faszomba vagy már? Ott van 10 öltök készülők, az be kell tenni ide. Tudja mikor jön jól. Most nézem a hullafölbület, repkednek már a döbbomerök. Jó. Fasza. Várj, ott van bezvéskednek. Ráadásul mi tele is van, baszd. Gyere ide, te kretén. Ez is door piercing, az igen. Ó, srácok, ezeket a házakat nem nézzük majd? Itt lent a kerítés másik oldalán. Megnézzük, szerintem nem garantálok majd lootot hirtelen. Követ egy közé. Anyád, jól lepattant. Anyád, ezt akart harapni. Ez erős egy búzerás. Ez a kurva gyár. Bocsi bömböltetésére megjöttek. Vagy Daryl Dixon. Daryl Dixon egy boss, mi ez, boxoló fejgi RG-rel. Hát ha majd találok jobbat, akkor. Hú! Gyere már ide, hát hova mész? Zombi, ami menekül. Itt van egy vadászkés, egy hitelkártya a kollégánál. Hitelkártya, merre. Itt a hullába. Jó. Van egy vadászkés, és már kinyitom neki az ajtót. Merre vagy most? Itt lenne a ház, most nyitottam ki az ajtót, bazd. Hova mész? Hova mész? Mögötted. Halló? Ja. Military sweater. Itt a kinti? Vagy bent? Bent a házba, bent a házba. Hitelkártya. Jó, a vadászkés az megvigye, aki akarja, nekem az a bottak jó. Rózsaszín fodros bugyi, hm? Igen. Oliver, érdekel? Nice.
Én zombi sem, mert... Van cucca hüttőben, meg tetszik neki is, mi? Nem, most nem olcsó, úgyhogy most jelenleg biztos nem kapnád meg. Meg hát mondjuk lehet, hogy bírnál a gépet, de most biztos nem, mert fel vannak konzervek, azokat nem olcsó lesz. Fel a gyereke. Hát még ezzel a giftes... A pénztárcákat, nekem adjátok, mert... A giftes izével csak 9 euró. Tudjátok, mit kurtunk-e? Mit kellett volna még csinálni? Na. Fogni egy hátizsákot, telepakolni, és úgy berakni a csomagtartóba. Igen. Azt is lehetett, na akkor lehetett volna külön Scrumba is így szoktam. A izének, fajáknak külön zsákot érted. What? Ja, oda van, oda ment, jó van. Azt hiszem, te spannolt a zombiban meg. Citromot elhozom. Friss. Most melyik házban vagytok, amúgy srácok? Én ugyanabban, most jövök ki. Aha. Már érted, hogy a konzervek miatt nem árt, hogy kilútoljuk ezeket. One step. Amúgy majd át kell költözni a nagyvárosba később, mert ott rohadt. Ja. Hát az hosszadalmas folyamat lesz. Az átköltözés. Sweater, ez pulóver, nem? Igen. Mert ez rajtam úgy néz ki, mint egy kabát, de mindegy. Mert csak nem fázok. Meg fázott, meg kell találni a melegen tartás módját. Hát ez még nem azt jelenti, hogy megfázott. Hol az a lövér? Mögöttem lévő házba. Össze kell bújni vele. Oké. Lévi vagy. Mondd, hogy meleg el a Magyarország. Be van benzin, nézd meg. Nem tudom, mert nem tudom. Hirtelen nem lehet így elindítani az autót se. Nincs bent a kulcs se. Az lesz nem baj, attól még mutatja a benzin. Úgy, úgy itt es kettes szám. Várj, nem, szerintem azt itt előről tudom max megnézni. Állapot, súly, kapacitás, fékek, üzemanyag, benzintank, nulla, megmarad. Nincs benne üzemanyag. Total nulla. Viszont West Pointot felderítettem térképpel. West Point pozíciója pedig... Hát vélemény szerint egy kicsit közelebb. De hogy tudok megfázni? Kurva sok cucc van rajtam. Van polós, military sweater. Ez a long sleeve t-shirt. Csomagtartóban láttál valami érdekes? Burgloves is van rajtam. Kék-fehér csíkos sál is van rajtam. Ott annyi konzerv van nálam, hogy beszarsz, bazd. Az király. Attól néz, zöld álcázott nadrág. Üzma. Hova menjünk? Ezt a házat kétkintoltad itt a Mustangtól jobbra? Rendőrségre, vagy a bizéhoz. Ja, rendőrség. Azzal a Mustangon szoptunk egy csomót, nem emlékszel el? Várj, ezt az autót nézem most itt hirtelen. Van egy eléggé külsőleg jó állapotban lévő autó, milyen menében milyen a belsője. Úgymond motortérre. Hülye, ez kurva jó állapotban van az autó, ebben még van benzin is. Akkor azt csumikázod lefele. Ja, csumikázod. Hú, bajnod. Ah, gyenge vagyok. Úgy legyengültem most. Itt a betegség, hogy alig tudtam felállni a székből. Öttök vagy gyógyszert a feszobban. Kemény. Megsenéztem, hogy konkrétan a kulcs nem a zárában van benne. Nem.
Keressük meg ezt a zsandárságot. Zsandárság? Aha. Ez mi? A rendőrség. Te dandártábornok. Az. Átrakom ezt nagyon. Aha. Na már most tudom, hogy ütközök. Gyerekek. Szeretik a perecet. Így van, ezt akartam, ne. Mász már a te szerencsi csomag. Már túl sok cucc van, nem mászik át. Ez a bajom nekem is. Hát futni se tudok, de mi az, ami ilyen rohadt nehéz? Hát, hogy sokat futottál. Pád is lehet. Nem most se túlterhelést jelezzi meg, hogy nincs elég helyen. De... nem tudom. Ráviszed az itemekre, és mindig item mutatja, hogy mennyi helyet foglal. Azt hanem, hogy a, most a milyen egy karakternek néztem konkrétan a kézbe viszontjából. Ezt mondjuk berakom. Ezt ugyanoda melléje. Nem bázik a karakteretek? Most izé, most csak azt mutatja, hogy izé, hogy hidegebb van a szél miatt. Ilyen kicsi csípősnek érződik a környék erre. De egyébként, hogyha kicsit kocogsz, vagy harcolsz, akkor fölmelegszik a karakter, és akkor nem fog fázni. Ó, olyan meg mindig sétálok. Návi? Merre vagyok? Kocsiba pakolok. Bazd meg. Hát, egyelőre a futás az semmi. Most kérdez állam, hogy azért genzom. Ha? Nem, gyere. Jó, hát ő... hát, ha beindul ez a kocsi, azt akkor... gyalogolni se kell. Melyik kocsi? Ha nehezen mászottál. Itt kék. Nem, az ott mind le van szippantva. Ó, értem, szippantó. Szonság. Segíts csak, Dávid. Jó van. Enni fog ez, bízom benned. Szörnyetegek. Ez dáj már. Aha, jönnek is a Jacksonok. Ez majd egy következő projekt, egyébként menjünk a rendőrségre. Majd én kitakarítok itt pontot. Na gyere ide az anyádat. Ha? Lövérő, jársz? Hát. Literally too much. Ahogy is, három még pont egészséges. Felrakás. Jössz használni. Ha már többet is öltem majd. Az a hoki maszk volt szerintem, vagy nem? Vassak, bármizom. Nem tudom, mint a volt, lehet volna bármizom. Na nézzük ezt. Na nézzük a platón, mizu. Üres a plató, az jó. Aha, meg ez nem tudom. Járatod a motort nyakon, baszlak. Én azt hittem leállítottam. Hát, hol kell hinni? Majd behelyírás, szabványos gumitipus. Az nem rossz. Ezt lehet, hogy úgy csatlakoztatni és feltűnni a Range Roverre? Elvileg le. Van egy üres benzines kanna, meg egy autóakkumulátor. Egész jó állapotú.
Remélem benzin is van benne. Hát, jó, üres. Értelme lenne, hogy lecsatolható lenne. Hát nem engedi. Ez a kocsiból biztos sem enged beszállni, ez a bajom. Kessek, ez díszautó, gyerekek. De nem, akkor el tudom basztatni hirtelen. Hát igen, csak hogy... Jó, hát ez mindegyiknek lehet, igen. Jó van, ez ennyi volt. De... Opa, elnézést. Még biztos, hogy tudom, hogy lehet mire bérni így. Na, azt mondja. Persze nincs olyan opció, hogy egy kocsiból beszállás. Előrébb, ott. Jaj. Azt mondja, ennyire kijebb van. Ja, nekem se tetszik. Hey, Mr. Lady. Kocsmát valaki? Igen, nem, az csak én vagyok. Ja, be így csap, itt halltam meg egyszer. Egy tölgött a hangfület, ha mehet a kalibot. Na mennyi? Hogy kolassak így viszed? Ez aranyos volt. Apokalipszis helyzetben nem engednénk, hogy Dávid vezessen. Kettő. Tövér meg szágult. Hogy árborult a kerítésen, ez kurva jó amúgy. Annyira tetszik. Vagy mint egy ragadozó. A Mad Max-ből. Én gangster vagyok. Land Rover-be ülök, ráadásul fekete. Szolivér az a Ken Block. Nem, Oliver az ment előre. Ez egy ilyen átjutás volt. Na, benyom. És ott is van egy Land Rover. Itt van azért egy-két jó kocsi. Dávid először tök szépen beállt, aztán meg úgy gondolta, hogy Ferdé jobb. Kérlek, nem! Hogy így pontatlan abba lövés, azt mutatja. Van egy anottid map. Aj, üres a kocsi, milyen az állapota? Ez egy zöld Land Rover. Valaki foglalja. Ja? Hol éve ilyen? Nem benne, nem vagyok benne. Nem. Ott ment egy térkép. Ez egy eléggé tűrhető alapotó autó. Tárhelye az... 163. Faszta kurva, mi a faszta. Nezó, ezt meg kábelezed, ezt a kocsit kérlek. Kábelez, mábelez? Ezt itt.
Jó, de kábel lesz, már be lesz. Kábel. Igen, mondtam, hogy van itt egy-két jó kocsi. Egy-két jó falat. Nyilag is nézzük, hogy tényleg jó kocsi. Hát ennek is 37%-os a motorja. Ezt a kocsi beindítást élvezem amúgy. 3% benzin. Dávid, azaz, adjál neki. Vigyázz, majd mögötted is lesz egy. Ez rád megy. Igen. Ó, oh, hogy fejbe szúrtad. Na ezt figyeld. Benne van a kulcs. Baszarsz. Hopp! Ja, az a tiéd indult be. Benne van a kulcs. Benne volt a kulcs. Én páncél szállítom, amiben mi vagyunk, nem? És amiben én ülök. Nem, ez egyszer furgon. Csak rossz a motorja, úgyhogy nem éri meg el. Nem, működőképes, csak hát... A Shelby-k valahogy mindig izé rossz. Rosszak, hogy olyan messzét hajtják őket a faszba. Az igen. Csira RP-s hozzáállás. Ugye, hogy ugye? Kell egy tudtam, hogy egyből. Van egy érzésem, hogy lesz ezzel a kocsival a probléma egyelőre. Szerintem, hogy nincs benne benzin, de mindjárt rakok bele. Persze, hát. Talában nincs bennük benzin. Hiába akarod bekábelezni, nincs benn benzin. Hiába akarod elindítani. Ló leffel instant felkapcsolja. A betűl instant behozzátok a szívet. Képzeld, amit adtál cigit, olyan szerencsétlen voltam Oliver, hogy abba a dobozban már csak egy szál volt. Kurva életben. Úgy kérek szépen cigit. Bassza meg. Igen is? Vagyis hogy meg tudjuk oldani? Ajaj. Ez nem volt jó ötlet. Valakinél csavarkulcs? Nincs, és ezt mikor kussol el, mert nem fáj tőle a fejem. Aki akarom szedni az aksiját, azért kérdeztem. Nem csavarhúzó kell? De. Hú, várjál, van a izéből, Shelby-ben van. Lehet, kell lennie még nyire, de csavarhúzó szépen. Shelby, van, jönnek is ide, a vírus picsen, van, jönnek ide a zombikák. Mi ez, berjeszt az autó? Igen, és kurva hangot. Zavaró. Mi ez folyton megharap? Le volt izéva. Meghalnám a végre. Basz meg. Tudják, hogy itt vagyunk. Harapás. Meghaltam. Hát Oliver. Maga letté. Eddig egyik autóba sem volt izébe azért. Beültem és nem tudtam, hogy le van húzva az ablak. Uha. Csak azt hall... Aha. Uha. Tömeg van. Hova pakoljak le? Anyag, hát... Le kéne pakolni a hullámról. Itt van hullád? Hát mindjárt meghalok, hát megharaptak. Én se találnám el. Bazd meg. Basz. Na jó. Maradunk a váltmódszerné. Nem csak megvágott. A váltmódszernél. Na. Ezt szorakozz, hogy nincs nálam kötszer. Te. Tömeg mészárlás lesz. Remélem, hogy az lesz, mert én vérzek, és nem kontroll. Most Dávid, gyere fel. Csak gyere, csak gyere!
Meg is haltam. Valaki szedje le a hullámról a cuccost. Várjál, ezt még nekünk is túl kéne élni. Mi sem vagyunk a legjobb állapotban. Na mutatnom kéne a streamet, hogy hol haltam meg itt az út mellett. Majd alattatok, Oliver majd alattad. Jézd meg a hullám. Látom itt vagy. Ugye ezt felkeltem? Hát, megvan. Egy pofonból halt. Aha. Vedd ki az amót, azt lőjél vele. Nem akarok, amúgy még több ide jöjjön az erdőből. Ja, jó. Ne pofozd! Szúrd már le! Yes. Jó. Geci. Jó, azt mondja, ez gyors szépképpen. Na, addig csinálok új karaktert. Volt 9 mm-es. Most hol vagyunk? Melyik helyen vagyunk? Hát Rosewood, Riverside. Riverside, nem? Riverside, igen. Na. Hol van a tárkiszöd? Miért nem szedi szét külön baznak, hogy melyik az üres, meg melyik nem, kurva életbe. Ja, visszamegyek akkor a Genzoért. Ez egy rendőr, nem? Aha. De nem volt nála. De pisztolytáskát mondjuk azt elveszem tőlem, mert nekem olyan nincs. Nekem van. Ennél volt egy beret, meg 9 mm-es, egy egész dobozzal, geci. Jégek. Ezeknél valami hasznos. Térkép. Olvassuk el. Biztosításkát hordja? Hordom, jó van. Ja, most le van is oda helyem hozzá. Jaj. Meg hogy este van, bazzeg, pont hogy este. Jó van, lesz még egy pár akkor. Imádom, ez a dárdát érdemes lenne craftolnunk. Annyian vannak itt meg. Jó, a rohadt riasztóra ide jöttek. Ja, van baj. Egy baj, de... Nekem se lett volna gondom, ha gondoltam én rá logikusan, hogy mondom, az ablakon keresztül jó leszek-e, de hát vártam, hogy megüti az ablakot, vagy mit csinál, instant harapott, azt meg is ölt, hát mondom, jó. Nem tudok mit csinálni. Ez is rendőrnek tűnik. Viszont nem vagyok messze, gyerekek. Nem? Hát nem. Itt lejöttök délfele, elfordultok keletre, és itt vagyok a kocsmába. Ez a digitális óra mondjuk, az kell nekem. Aha. Ha látnálak térképen. Én látlak titeket. Igen? Uh-huh. Elmegyek a kibírót, Dave? Persze. Hogy már tudod, hol van, nem? Elmegyek a Genzóért. De amúgy ez érdekes, srácok, hogy elment a házunkba az áram, de mindenhol elment. Igen. Márra megyek, Genzo, jó fele megyek? Nézem. Nem el se indultál. Ja. Ó, bazd meg. Az a lényeg, hogy lefele kell jönni, ugye? Igen. Mennyit? Hát, pont a városig. Ott el kell kanyarodni a te szemszögedből nézve balra. Nem mutatja, hogy mozog. Nem látlak a térképen, nekem az nincs felfedezve az a rész. Biztos, hogy fel kell legyen fedezve, mert itt voltunk együtt. Itt vagyok ebben a citromsárga kocsmába. A térképet, ha nézel, akkor ilyen citromsárga az épület.
Mi vág ez? Nem látlak, de esküszöm. Jó, ha nem kell ásár, csak gyere ide, ahol mondom. A víz. Ahol most vagyunk, annak a városnak az aljába? Nem. Ahol, a ahol, aljába. Ahol lakunk, abban a városban. Yeah. Csak nem ahol van a bázis, mert a bázis úgymond délen van, én meg fenn vagyok full éjszakon. Ja, jó. Ezen a főúton, ami bekanyarodik a városra. És így körbe megy ebbe a városba. Igazából hozzám egy L betűt kell vektegyél. Hát jó, meg mondjuk... Várj, most itt vagyok a város aljába, várja. Hogy érted, hogy a város aljába? Én ezt úgy értelmezem, hogy a város tetejében vagyok. Ja, a város tetején vagy? Uh-huh. Várj, a város teteje... Mondom, ott ahol meghaltam és ahol voltatok. Ott lefele kell jönni. Egy kocsmában vagyok. Neked a városunknak a térkép az megvan, nem? Az meg. Azért nem értem, hogy ilyen nem látlak. Ja, hát itt fönt van egy citromsárga. Ez az egyetlen citromsárga épület. Mellette... Magában van? Igen. Akkor tudom meg. Mellette van két pici zöld, és utána arrébb is egy zöld. Aha, akkor tudom melyik név. Ja, a kocsma. Ez a kocsma. Tudok, ki melyek a... az útasra. Meg a nagyamnak. Itt vagy valahol? Nem látsz engem? Hol vagy? Itt vagyok az úttesten. What the fuck? Hol vagy? Várjál. Hol visszább? Ha megyek feléd, úgymond. De most már látsz? Nem, de hát ha onnan jössz, ahol voltatok, akkor én felétek megyek. Várjál. Egy utcával lejjebb. Már egy utcában följebb voltam. A főútra gyere. Főút. Ahol meghaltam, az egy főút. Ott jössz lefele délre. Elkanyarodsz balra a főútra. Ja, itt a kocsma. Aha. Ha gyere, már elfele, most már nyugat fele, mert én elindultam. Gyalogosan. Üldözött a zombi, látlak amúgy. Aha, úgy gyere, balra. Előre sötét van. Állj a főút fele. Gyere. Látlak, most már látlak a térképen. Menekülök, hogy ugye üldöz a zombi. Valahol itt lesz a... Itt leszek az úton, a főúton. Meg vagy. Aha. Kurva, anyára szállj már be. Ja? Jaj, ez a szülési. Bazd meg! Elfelejtettem. Zombik is előttünk. Hogy ez nem két üléses? Ki van hát, szerve az egyik ülés? Ebben nincs ülés, azt elfelejtettem. Ó. A kurva életben. Kurvára elfelejtettem. Jó, és itt megtisztítom a Genzónak az utat. Ezt akkor visszamegyek a Land Roverért. Hogy? Az meg van itt,
Van itt a közelben egy izé. Autó, beindítom én. Az lassan lenne rossz szívem. Csak itt út közben nem nagyon van kocsi. Ja, keresek egyet már. Jaj, várj, kajás meg éhes a karakter közben. Kellett be egy ülésen be a kocsiba, bassz meg! Hát van itt beszerelünk egyet, vagy nem tudom, hogy konkrétan verseny ülés kell-e majd neki. Nem tudom, hogy mindjárt kiderítjük. Kiderítem, hogy ebben milyen ülés kell. Pajta? Jobb ülés kell bele simán. Meg kell hozzá haladó gép tanos. Nem tudom, hogy egy ülés ez mi a fasznak. Na akkor gyorsan megyek a Range Roverért aztán. Vagy pedig nézek út közben egy izét, egy kocsit. Á, nem tudok már ez a főút, és kisem van. Amúgy addig elhozom a zombikat előled. Akkor addig mi legyen? Mit csinálják azzal az autóval így? Na most meg van csinálva, hogy menjek vissza a bázisra, aztán inkább pakoljak ki ebből. Én most lepakoltad a izét? Hát most átpakoltam a Range Roverből ebbe a feketébe. Ja, hogy ott hagytad a Range Rovert? Még nem mentem el, itt vagyok egyelőre, ahol a Range Rover. Most a feketével vagy? Itt vagyok a fekete mellett, még nem mentem se. Itt ülök mellette, de addig várjál. Jó, elindulhatsz vele, visz. Még most annyira fullon van az a fekete? Hát a 160, hát félig tele van. Hát nehogy elinduljál vele, véletlenül sem látom. Olyat csinálok, szerintem úgy mert akkor tudjuk azt csinálni, hogy akkor három autóval megyünk haza. Nem, azt csinálom, hogy felét felszedem. Mert én megmondom őszintén, én nem hagynám itt egyik autót sem, mert ahhoz azért túl jók. Yes. Ki tudja melyiket törjük össze, hogy melyiknek megy tönkre a motorja. Ja. Sia. Köszönöm, hogy... Na itt vagyok. Jó. A Range Roverrel álltam be ilyen parasztosan. Jó. Azt mondja, kezembe kell lenni a konnának, passzol, ha megint olyan dolog. Jövök már, Genzo, jövök már. Hogy tudok leszívni autót? Ilyen készség kell hozzá. Anyád! Nem lesz jó. Itt vagyok, állj meg! Igen, hát mindenképp meg kell nézni a jármű mechanikát, szerintem ahhoz, hogy megnézni, le tudjam szépen szerintem. Gyorsan! Gyorsan! Ah! Pici sok zombi! Remélem föl volt húzva az abban. Van, megnézem. Fel van elvileg, mert ablak, ha rám jök ablak kinyitása. Oliver, hogy tudsz águlani? Harag. Hullámat lepakoltátok? Nem. Jaj, tényleg azt a köszönség. Jobb is, én nem tudom. Valahogy kell. Láttam egy zombótot. Van fönt egy zombi. Fönt? Na, melyik volt az éruham? Hol vagyok? A felső. Ez az nem? Sisak van rajta. Megvan. Oliver!
Szerintem itt már két kocsiból átpakolva a végén lehet, hogy tele leszünk. Dávid megint hozzányúlt valamihez. Zár törött, anyát törött. Akkor a Shelbyvel mi legyen majd, Oliver? Az azt itt marad. Ma akkor lesz itt pontom. Cippancsod, az itt marad. Kemény 3%. Az órákat valahogy szét lehet szerelni, és villanyszerelési készséget kap, úgyhogy... Dávidnak azt majd odaadom, hogy szerelje szét. Na, ez az. Már látok is valami. CVD radar. Mennyi benzin van ebben a Shelbyben, Oliver? 3%-ot írt. Ebben vigye megteríti a kannákat. Az komoly, ma 3%-ot írt csak azért. Na várjál. Most állítólag... Ez most mind meg van teltve? Nos. Nem tudom megnézni őket. Jössz vagy? Mhm. Akkor csücsi autóba. Kicsika mucsika. Aha. Majdnem fél óra már a sötétség. Nem, de nem szívta, nem szívott le túl sokat. Na azért mondom. Basz meg. Azért mondom, hát ott benn vagy 3%-nyi. Ja, hogy ezt nekem vezetni kell, ugye? Igen, olyan. Majd hozom a Nissant. Valahalni, köszönöm. Baszd meg! Ebből még továbbra is bent van a riasztó. Szóval mindjárt kikapom az aksit. És ott vannak vagy ezzel mi? Hát még nem is hallom a riasztó. Nálam nem is megy a riasztó. Nekem megy. Nekem van. Kiszedted? Na hol van? Várjál. Akkumulátor, jobb klik, eltávolítás. Na most elkuss azt, te köcsök doboz. Köszönöm. Hogy az anyádra hozzá szív majd legközelebb? Várjál, Dávid. Igen? De nem tudod a Shelbyből kiszedni az B-st véletlen? A jobb belsőt? Ja, vagy a Sheldon? Már nem haladó géptan kell hozzá, viszont nekem az nincs. És akkor el... Nézd meg. Mi kell azt mondani, hogy jó belső, igaz? Aha. Nem. Most én sem vagyok gépész, az a baj. Vagy gépész, hanem nem tudom, mi vagyok, várjál. Veterán lettem valamiért. Van idegből veterán csináltam, hogy erősen kivégezzek mindent a fenében. Gyorsba fogok a kukréma, ez nincs meg. Nincs benne a hátizsákodban. Néztem mindent, és... A fegymer megvan, de a kukri nincs. Nincs. $100, ide a többi mellé. Feldobom. Azt berakom be. Bekapjuk egy ilyet. Van 11 koszos rongyom. Ó, az... Nyomasom. Ó, ez
bezárva. Nem, mert nem raktam le mindent még. Mitől vagy, mitől nehéz vagy? Nem dobtad el menet közbe. Kérem, kérded? Igen. No. Kérdezem. No. Szét tudom szedni a rádiót. Szóltam vele. Vétel. Igen. Szétszedtem a rádiót, most van belőle egy vevőegységem, egy zöld izzom. Igen. Meg elektronikai cuccaim, de jó. Adóegység. Érhetek egy cigarettát? Á, tudom mi a bajod. Neki ez dozni. Na, adom. Vagy volt rajtam plusz egy táska. Jaj. Ez öngyújtóm sincs meg, vagy megvan? Köszi. Megvan. Tudom. Ó, tényleg vannak itt ez a két fehér autó. Az köszi. A kicsit megvan a pakolva, nem tudom nézni, de... Ezek? Ez. Menjetek egy kicsit, léci. Jól látom. Jaks. Viszontette? Aha. Ja. Átpakoljam a kocsiba, ne? Nekem mindegy, hogy átpakolhatom. Ezt megenni, megenni. Szia! Jó, és akkor még a másikban van itt fönt. Szóval én most gyorsan elmegyek fugyózni egyet. Jó. Csavarja. Gekon. Anakondán. A tricer a kolbászon. Nem akarok illúzió romboló lenni. Te láttad az Ark 2-t, Dávid? Csodát. Ark 2. Nem, még nem néztem. Uha. Bajos. Mert? Kicsit túl jó. Na tűnik. Aztán ha meglátjuk. A videókról. Minden tud szép lenni. Úgyhogy... Nem, hát én se akarnám úgymond játszani, de... Vagyis hát... Nem tudom. Szóval, hogyha idővel majd mindenki nyomná, akkor biztos én is kipróbálnám, és úgy van játszani. És hát már csak legalább olyan szinten játszani, hogy így rákapunk, hogy játszani vele. És akkor nem tudom, 10 részes felvételt csinálni belőle. Mert az a videó, amit én láttam egyelőre róla, hát fú. Jelenleg nincs ilyen játék grafikára, mint az. Ez mi volt? Mer? Nagyon furcsa hangot adott ki valami. Basz meg, és nem vagyok a gép előtt, de jó, ha mondtam, hogy védjetek, meghaltam. Marha jó, ma megint. Harapás, harapás, fasza. Hajnalódik. Meghaltam. Ma megint. Hát igen, mert mondtam, hogy valaki védjen, aztán elmentem WC-re, én is, még de én még előtte rám. Az igen. Azt addig szétharapott egy zombi, persze. Úgyhogy akkor... Suicide-olj, az a biztos. Szerelés. Most miért nem tudom letenni a táskám? Levétel. Micsoda csomagtartó. Nem tudom.
Összeszállj be magát. Most hol van? Evétel? Az. Igen, csak akkor... Mindenki itt benzines kanna, az komoly tesó. Ó, bazd meg. Le se tudtam pakolni időbe. El fog kelni, úgy csináljátok. Jó. Jó, Riverside akkor, ugye? Uh-huh. Ott pergött a kocsi alatt. Inkább mögött. Bejátékban az idegesítő. Jó, kicsavarodott a hulla meg onnan. Mennyit tudtál lerakni a kocsiba? Hát a táskákat, ami rajtam volt, még cucc, azt nem tudtam. Egyver, stb. Azt mondja, olyan fontos itt? Minden. Mondja, mondom minden. Hát nem szeretek felesleges dolgokat tartani magamnál. Engedi? Ja, engedi. Kulcsot berakom oda. Az órádat berakom oda. A többi az már csak a ruha, ami itt van, de azokat meg úgyis felveszed, amikor ilyen nevélsz. Egy részét megkapod a ruháidnak így is. Amikor megszületsz, újra születsz itt. Hát ez... Hülye vagy? Most hol vagy? Hova dobott? Sehol. Ja. Hogy néz ki, te hülye vagy? Hülye. Persze. Sőbe. Hagytam a barackomat. Itt vagy, szartam mindegy. Itt már voltunk, mennyit vannak az ajtók. Hova szpónoltál? Ez meg. Hozzátok el a cuccomat. Vagy, hát... Ott, ahol voltam az előbb, Oliver, tudod, a kocsma. Igen. Igazából légtérben ott vagyok, csak sokkal lejjebb délen. Az iskola, tudod, az a nagy lila. Ja, aha. Nagy lila az iskola, a legnagyobb lila itt. Riversbe. Oh. A fölött vagyok. Akkor jössz értem mindenképp, hogy el tudjuk hozni a három kocsit. Aha. Tessék? Szállás. Jó. Na. Akkor várjál, azt mondja, hogy van az autóm állapota most jelenleg. Na, csináltál ezzel, Dávid. Melyikkel? Ezzel, hogy nem indul be. Semmit. Jó, faszai, nem indul be. Ilyen szarul indul az? Nem, pöcsre szokott indulni. Azt mondja, 140-en van a 163, úgyhogy én ezzel visszaindulok. Na, várjál. Be kell zárni az ajtót. Cuccokat betetted, Dávid? Tessék? Betetted a cuccaimat? Igen. Kösz. A ruháidat nem, mert azt úgyis kapta, azt úgyis lesz. Hát nem, mert azokat a ruhákat akarnám használni. Mert miért nem ezek a ruhákkal kezdesz? Nem. Ezeket találtam. Érdekes. Meg minden olyan jó, ami miatt. Amit elindulni a kéne, igen. Uh-huh. Várj. Így. Még nem indulsz, bazd meg. Nem.
bazd meg. Benyú? Na, csak elindult végre a kurva anyára. De lehőszülős volt ez. Ne menje! Várja, azt mondja, így és így. Pakolj már át, mintha élnél nyomorult. Ó, faszom. Igen. Igen. Mehetsz. Az elektromos órákat kell akkor szétszednem majd, igaz? Mhm. Uh-huh. Pont a Danitól láttam. Megletölve a hullám? Még egyszer? Megletölve a zombim? Meg lehet, hát a kocsi alá szorult, úgyhogy nem akart felkelni nagyon. Hm. Én pedig a izénél dobta fel a pacskert, dobott egy hátas pakolás közben csomagtartónál. Igen. De úgy valójában az autó alá érzékelte a rendszer, aztán onnan le kell csak szúrni. Yes. A benzinkúthoz kell majd akkor majd a generátort leraknunk, srácok, még talán. Hogyha a villany áramot, hogyha onnan is akarunk benzint leszokkodni. Vagy nem tudom, hogy egyáltalán lehetséges-e az még úgy. Na, várra vagy? Mint a fölött. Mit vagy az iskolánál? Mhm. Na, várj egy kicsit. Mindjárt intézem. Majd helyre kell hozni a motorját ennek is, mert is kihagyom a falmonként. Bombom bőrni. Nem most hagy ki. Blackout? Hát én áramkövezést csinálni, ha az autó. Vagy nem tudom mit csinálni. Szerintem UFO-k lesznek. Zavarják a elektromos kütyüket. Na, nézzük, hol van Oliver. Hát feljebb kell gyere, mert te ugye kimegyek az útra, és akkor ott felkapsz. Mik a Hello Kitty is. Láska van rajtam, hát. Féljük, Oliver. Gyere fel. Gyere felfelé éjszakra. Mindjárt, ha beindul ez a szar. Aha. Na végre. Ez mi az, egy baseball ütő? Bőlön. Használhatatlan. Akala mago. Be van áthúzva az ablak. Szerintem be van törve. Be van törve, hát ez nagyon nem jó.
Na, ki van törve, nem tudom föl. Van ott egy zöld Land Rover, akkor át kéne. Jó ez. Lehezen indul, de a tapfullad. Hát jó, csak egyszer nem figyelsz oda. Megállsz a kocsival, beharap a zombi. Szokásunk elég erősen. De jó, ha nyomom a fűtést várni. Most mi észrevettük, az Dávid is beül. Ő nem vesz észre. Ezt már harapják el a nyakát. Szórakozz! Mikor? Megharapod? De te Se hangja van a köcsönök. Mennyien lettek itt már megint? Basz. Miért van, aki tenjen már neki? Azt a kurva. Engem is azt. Na. Jaj, nem kellett volna leállítanom, bassza meg. De most haza mentél, Dávid? Hát otthon a ház előtt megdöglöttem. Gezó? Hm? Hát kéne ülnöd, hozom hát, a másikat. Te kéne a ruhám. Nem van a csomagtartóból. Mi? Igen, Dávid bepakolt minden. Elvileg. Hát abba, pont abba az autóba pakoltam. Megharaptak meg én, hát ezt mondom, bassz meg. Hogy a faszom, akkor megütöttem, geci. Mi történt? Ezt a harapá... Ó, megvágott, hál' Isten. Meg tudod gyógyítani magát? Hát, nem. Vajja. Fussa, fussa, fussa. Kidobom a first aid-emet. Ennek. Kapra. Jó, használni. Kiduplak itt. Hülye, hát ez... Anyád. Ja, én föltankoltam kicsit. Meg kérem visszám. Jó, igen, látom, hogy ez nem olyan cucc, hogy ezt magadra nyomod, ezt csácsumi. Puszi. Puszi, most mi van? Most ezt hogy teszem le? Unequippeled, jobb klikkel unequippeled, és utána ki tudod dobni. Hát, hogy ne legyenek úgy, hogy... Nice. Dávid? Igen? Akkor bepakoltad a Genzo cuccait, ugye? Mindent, ami ott volt a Genzo hullájában, meg a mellette a 11, a 19-11-est, azt beraktam a hátulat. Nagyon jó. De azt a kocsiból is elérj őket, az a vicc szerintem. Nézem. Nem kell kiszállnod se, úgy rémlik. Igen! Ja. Egészség. Köszi. Ja, amúgy nem értem, miért jöttél haza Dávidnek. Mert már a kocsi kezdett megtelleni még. Jó, de ez a két autó meg nem volt tele. Most akkor fölöslegesen teszünk egy oda-visszát megint. Szerint teszek oda-vissza, mert ott fog, hogy hol kezd. Pakold ki, azt megvárunk itt. Hát először még hadd menjek vissza oda, ahol meghaltam.
Akkor viszont álljuk le a motort nyugodtan. Én megyek haza ezzel kocsival, nem? Hát megvárjuk meg a Dávid lapakra, azt jön vissza a másik autóval már. De miért? Ha már a fő célt, amiért jöttünk, a raktárakért, és jutottunk odáig. Tárak? Aha. Azért mi lemeltünk oda, amúgy várja. Igen. Ahol levél megvan az, ahol pakoltuk a házakat, ha oda el tudsz gurulni mellém, az jó lenne, mert akkor beugrok. Mert... Miért? Hát itt spawnoltam le. Kis nyúli! Ja mi? Mi meghaltál? Igen, hát hányszor mondta. Ház előtt meghalt. Kiszállt, azt paf! Jött a bugi, mert azt levágta a fejét. A Genzo el tud menni, érted? A Nissanban még mindig nincsen. Hova kell menni? Ahol pakoltuk a mérdéket. Itt pakoltunk. A benzinkút melletti kis lakónegyed. Ja. Benzinkút, hol volt már a benzinkút? Oliver, ez hol van? Azt nézem, érjük már, nem? Nem onnan, ahol jöttünk, nem? Nem a városból. Nem a város, de a városban van. A kocsmától? Van. Hol van a kocsmától? Tudod, kocsma, ahol felvettél kettő halállal ezelőtt. Ja, hol a faszom? Szerintem az izé lesz ott. Kocsmától, ha néz, elmész jobbra, a legelső ilyen kicsi zöld, meg mellette van egy ilyen elalakú zöld, szerintem az lesz az. Fel... Várjál, a fasz. Már? Ja, nem nézem, várjál. Se vagyok biztos, hogy ott van. Dávid, mondd a színeket? Milyen színű épületek vannak környezetedben? Kanyarnál, van az a kanyar a benzinkút utáni résznél. Nem, ne azt mondd nekem, hogy benzinkút, én nem tudom, hol a benzinkút. Kanyar, van az a... Főútnak a kanyarja. Főútnak a kanyarja a városi részen. Jó, ennyi. Ennyit tudok mondani. Ezt lesz, ez nincs mondani. Így tudok mondani, kettő lesz belőle. Erről jössz a múlva. Főútra. Balra. Hát te tudod, hol vagyunk mi? Tudod, hol a gas station? Mondom, hol a benzinkutyázó. Most már megyek oda a főút kanyarba, azt se. Ja. Én egy machine gun a kocsi tetejére, nem? Adom. Mhm. Jaj! 30 millis ágy. Az is. 60. 120. Jó. Jóval basszáztok, meg mutom valamit, mint a betűt. Ne, az már túl. Ez elveszi a szórakozást. Húha! Go, go, go! Már van fest? Hova mész? Haza, figyelj, dobják engem ott van. Az jó messze van. Ezt dobják engem ott van, és hogy terveztetünk vele lassít, és kiút lesz? Sajnos sötúzni kell kicsit hozzá, mert mozgó autókból nem tud kiszállni az anyagani. De hogy az a leg. Igen, mert reklamál, hogy mozgó járműből nem tud kiszállni. Hogy haraptál meg, hogy döntöttem? Mi? Szerintem Oliverért is ezt. Most a játék.
Ütöttem, átment rajta az ütés, bassz meg. És másik rapod. Téged is megzabáltak, hogy mi? Nem, én csak megvágott vagyok, ma fosse. Na, én nem tudom hogyan, mert be voltam kötözve is, meg nekem csak karcolt, meg vágott jelz is. Ezért csak azt veszem észre, hogy nézem az állapotot, és azt írja, hogy halálos. Hát, függetlenül, hogy... Ránézek az életcsíkomra, és mondom, az már a végén van. Na, ne szokassál. Igen, attól függetlenül, hogy nincs harapásod, ha súlyos a vérveszteséged, akkor meghalsz. Kaptál egy fertőzést. Az a kocsi az ott. Hát lehet itt kellett volna fordulni, igen? Nem. A leges legvégén kell, nem? Nem, itt. Itt tudsz befordulni ugye a merevére, onnan a negyedre. Hát, hogy ez el lesz kerítve szerintem. Másikat jobban szeretném, csak ja, ott van kerítés. Te hullád. Állj meg. Köszönöm. Jó, csak gyorsan, mert nekem miszén van. Nincs ablak, aztán a kocsiból megharapnak. Igen? Jó, ezt ki kell lootolni. Ennyi ládát még nem láttál, bazd meg. Azt a kurva mennyi minden van benne. Azt a rohadt életbe. Ugye még gun cleaning kitet is találtam. Nekem jobb ötletem van. Én ezt a kocsit, én már itt leteszem. Visszamegyünk a valami gagyival, és akkor ott majd találunk megijókat, és elhozzuk azt. De vagy itt ez a Mustanggal, vagy... Nem kapok levegőt. Örülnék, ha találnék izét. Hegesztőt. Annak nagyon tudnék most örülni. A szög, az üres. Nagy kalapács. Doboz csavar. Vetőmagok. De hogy mennyi. Találtam ásót. Az jó. Kell. Propán égető. A legfontosabb fegyverem. Épp tudom szerelni a hordót. Uh-huh. Ha lenne hegesztő maszkom nálam. Akkor szét tudnám szedni most már. Hegesztő maszk kéne. Ja, hát igen, meg kell a propán égető, meg a hegesztő maszk. Azért kérdezem, mert... Van hegesztő maszk, én már találtam. Otthon van valahol. Igen, azon gondolkozom, hogy lehet, hogy pont a kocsiba is van egy. Nem, pont nincs. Hülye, ez ekkora ez az építmény. Azt a büdös kurva életbe, hülye. Ez kurva nagy. Ó, csókolom. Mennyien tetszik verni, ezt ja. A baszott garázsajtól.
Be is törték, de jó. Na. Ott is vannak még egy pára. 9 mm-es golyó volt az egyiknél. Egyelek meg? Tudod, ami kell nekem. Megint fájdalmaim vannak. Szerintem azt a... Izért most már magamnál fogom tartani ezt a fájdalom csillapítót, geci. A letták beszedése. Ha már nem tudom becsukni a garázs ajtót, beverték a zombik, bassza meg. Hülye, itt mi nincs konkrétan vágva? Ez beteg. Van egy csomó deszka. Annak örülök amúgy. Pakalapács, még olyat se láttam ebbe a játékba. Splitting Axe. Ez a bushcrafthoz valahol. Bontókalapács is van. Meg hólapát. Meg feszítővas is van. Na akkor nem kell visszafele vinnem egyet, se jó van. Bontókalapácsok is. Találtam még egy propán égetőt. Hozd. Vagy propán éget, vagy propán tartályt? Nem, propán égetőt. Égetőt? A pisztolyt? Vagy mi a szám? Aha. De azt kelleni fog majd, amikor mondjuk javítani akarunk, vagy szétszedni autót. Tudom. Ez jobban idegesít, hogy hozzá gáz nem találod. Doboz szög, az jöhet. Ízli balta is van. Úristen, mekkora ez az itt. Még itt így vannak dobozok? Ne passz már fel, ember. Festék. Úristen, mekkora ez a hely. Mondjuk feszítővasat viszek azért, mert kell, amivel kinyissuk majd a raktársort. Doboz, csavar, az is jöhet. Édes faszom, mennyi minden van itt, ember. Nem láttatok ennyi ládát egy helyen, geci. De? Még egy bontókalapács. Hülye, le se jutunk a izéig, bazd. Raktára ki. Szerintem. Fémlemez. Hegesztő baszk. Gyere. Úgy is kellett. Kőkulcs. Fémlemez. Jó. Bocsolókanna. Talán kipakoltam mindent a kocsiból, igaz? Nem, mert mindig van a kocsiból. Ó, baszd. Jaj, ez ilyen. Hova? Ja, ide. Táska. Mikkel megyünk a Mustanggal, vagy a... Hát... Skyline-nal. De, ha ezzel a furgonnal megyek én. Hallod, találtam gépkalapácsot, bármi is legyen az. Gépkalapács, ez a Samu? Hand hatchet. Tök cédula. Ezzel tudunk majd elhozni egy csomó mindent onnan akkor. Még elférsz, nem tudom, hogy... Megint fájdalmai vannak. Verjük be a tablettákat. Sabrina Shepherd Caring. What? Tudod, még a múltkori hullád. Ja. Jó múltkori. Tomacipő. Fekete bőrkesztyű, az nekem kell. Az állatságod, bazd meg, hallod. Igen, ja, digitális óra az kurva jó. Mutatja igen, az időt is. Az időt, a hőmérsékletet. A hőmérsékletet úgy akartam mondani. Mindent is mutat. 46 Fahrenheit, azok a hülye amerikai, akik így mérik a mi nevét. Nálam 30. De nálam Celsius-t ír.
What? Mondom, be lehet állítani. Bár, át lehet állítani a beállításokba, ja. A beállítás, igen, mert mondom, ez engem zavar, hogy... na ez hol lesz akkor? Várjál. Gondolom a képernyőn. Mi hol lesz? Hát az, hogy a... hogy... ja, itt van. A képernyő beállításokon belül az óránál látható. Igen, és akkor azt mondja, 24 órában, igen, kezdője, igen, hónap, nap, igen. Hét egész 8 fok van a lakásban, baszdmeg. Úgy megijesztettél. Nem fázik a karakter. Minusz másfél van kint. Jó. És akkor a kocsiból már nincs semmi. Ja. A kocsiból nincs semmi. Itt van egy olyan pisztoly, ami burst-tel lőhet. Mi a szar? Azt mondja... M9-es tár... Na. Juh! Esések gödre. Köszi. Hát... felesleges mondanatok, mert ugye meg vagyok fázva aztán. Rambba. Jó, rendes vagy. Nincs nálam víz. Fölvettem egy csomót. Hova lettek? Bazz. Nézd a kicsomagolás a fegyvernél. Mert szerintem dobozba. Szerintem táskában van, igen. Vagy az, ja. Az is lehet. De nincsen, itt van a kezembe. A kvantum. Mert rányomni, mert lehet, hogy azt fordítja, hogy kicsomagolás. Lehet, hogy szétszedés csak csináltad. Nem, elvileg nem. Elvileg az jobban megcsinálva. De tényleg basszatok már föl. Nincs víz. És mi történt? Ahogy nincs, de itt van, azért mondom. Talán van a kocsi csomagtartójában. Vagy... jól emlékeztem. Na, megnéztem a negyedik várost is. Amúgy az összes város kicsit messze van tőlünk, mert mindegyik déli irányba található. Na, dél-nyugat és dél-kelet között van az a kisebb települések, és konkrét keletre van a Louisville, a nagyváros. Jó. Nagyjából én úgymond kész vagyok szerintem, úgyhogy... akkor lehet, hogy elindulok a... jövök én is. Készen vagy. Én csak VD40-nel meg kell ezt... Lás VD. Na, ezt meddig lehet javítani? Jó. Már nem tudom a kukrimat javítani. Ja. De már nincs több ragasztó, van nálam ragasztó szalag. Ja, csak nem elég. Ez... nincs elegendő ragasztó szalag.
Igen. Hát ott a hol szoktunk egészül. Nem, mert akkor fekete fűtben elindultunk. Megkapok. Üljünk a SWAT. Jó. Neked fázik a karaktered? Légkondi fűtés? Aha. Tehát be van kapcsolva. Már nem, most van állítva. Most már kikapcsoltad. Hát nem én kapcsoltam ki, hanem nem jelenleg kapcsoltam ki, hogy elment benne a elő a kocsiből, az áram. Ja. Mert néha kiadja a kocsi menet közben, majd ezt helyre kapok hozni benne. Igen. De megint ki, hogy most éppen elszalapoztunk állunk a torral. Ugyanezt szokottam belőtt. Mert a kocsinak még a lámpája. A parkolóba? Igen. Én kapcsoltam fogadni. De amíg szükségem volt, mert rohadt sötét volt. Neki van benne aksi. Nem sokáig szerintem. Hát szerintem sok egészet így égen. 80%-on van. Akkor jól bírja. A stroke-ot kap az autó. Tomiből volt az ugye ajzéja meg az autónak. Az ablakon a háromszöket rábasztam bele a kukiba, hogy betörjön. Minden, nem engedte az ablak betörés opcióval. De hogy csak simán rábütt az ablak? Aha. De ti simán ráüttek az ablakra? Nem jó? Itt van? Már. Már. Mert jobb, itt kell azonnal betörni, csak jelzni. Nem. Én rá szoktam menni, hogy opció, ablak betörés, és egyből betöri. Igen, azt szoktam én. Ezzel nem értem, hogy Oliver az miért csapkodta. Szereti csapkodni. Ja, mi? Figyelj, hű a szerepéhez, el kell játszani a szőkenőt. Hát nem is olyan erős. Nagy agresszor, de... Fordulunk le.
vagyok a parkolónál. Látok. Hova parkoljak? Melyik ajtóra kéne? Mindegy. Sőt, várjál, gyere utána. Mutatom melyik pénkkel. Na, tudom én, hogy hideg van, de indulj be. Azaz. Gyere le, az a lényeg. Vagy balra. Jó lett, hogy itt ezt nézzük. Most nézem, Reni engem. Jó, jó nagy kerülőt tetetett velem. Na, ide nézz, Dávid. Ebben mind van cucc. Ó, oh, mama. Mhm. És még legalább ennyi láda van bent a magába a gyárba. Ah, kell nekem is ebben. Essé seggedre. Yes. Kuka. Nem oda. Táskába. És mind kell, igaz? Hát nem már, hogyha majd később nagyokat akarunk építkezni. Itt. Akkor viszont mindent fel kell vennem. Csavarkúr, csavarhúzó. Levélkerebje. Tokalapács, az mondjuk jó fogja tényleg. Zombi. Az nem kell. Deszka. Deszka is kellhet. Gipszporos. Rák. Egy csavarhúzó. Festék. CD 40. Kötél. Szemenzsák, nem tudom, akkor fogunk szementezni. Érti fűrés, sima fűrész. Ez üres, ebben van őri, meg locsoló. Topos csavar. Hoppa. Á, mondtam. Vannak. Elragasztó szalag? Sokan. Mindent. Itt a biztos. Itt van a földön, gyere. Várjál, most éppen fajtolok. Kimászott? Uffa, fel. Igen, már megtaláltam, azt le akartam rakni a cuccost. Na. Ide. Csomagtartó. Ú, itt van mireve, kertész cuccok is. Nagyszerű. Igen. Isja! Esélyességedre. Isja! Hát lesz a nevem, japán leszek, Isja. Csisja. Földet is nézzétek. Ja. Házba vagyok. Láttam valakin ön a föld. Na. Ő nem, itt van még a földön egy csomó. Levélgerebi az nem kell, jó? Nem kell? Valaki késztetést érez rá, van. Jó, akkor majd utolra kiszedem őket. Gondoltam. Azt mondta minden, mindent akarok például. Hát gondoltam, hogy logikus az építkezés az, ami majd kell. Várjál, levélgerebi vagy a simorgerebi, mert mind a kettő. Levélgerebi.
Már abban sem vagyok biztos, hogy a sima fog-e kelleni. Akkor a levélgerbét utol a kibaszok. Jó, azt mondja, utolok, visszakeresem. Ó, opa! Hova megtehetjük az autót, Oliver? Hát én is azt nézem. Lehet, hogy kellett volna még egy, kell még egy ilyen autót vagy összerakni, vagy egy kamiont berakni. Ó, nem is tudtam bele többet rakni, a kurva életben. Akkor a hátsó ülés. Mi azt, hogy nem tudsz többet belerakni? Exitelsz! Mit? Nem volt, nekem meg 128-59 per 163. Nekem nem. Mert ugye nem vagy szervezett. Ja, az lehet. Nem baj, beleraktam még 10 kiló gipszet a keszőtartóba. Na, akkor a gerebét is kivágom a földre. Na, faszom van a... ...szével, baszd meg. Egyfrissegé készítettem, én nem működik. Nincs benne semmi, azt mondja. Ott lehet, egy üres. Lehetetlen. Na most jó. Szar volt. Csavarhúzó nem maradjon itt, igaz? Testállapot... Súlyos sérülés. Én már faszomba tője vagy. Jó, nem erőt az elem lámpa. Szóval nagyon súlyos sérülés. Akkor mozgassál már, haver. Olyan bizé... Kurva vagy. Ah, lehet lemerült az elemlámpa. Úgy van targonc, hogy itt hozzunk. Azt hoztuk már. Ó, na, van nálam egy gipszes zsák, amit nem tudok elfogadni. Várjál. Ugye ez 5 kilós, ezt passzhatom akkor. Ez csak automata. Merült volna a zseblámpám? Nekem is szerint, azok, de a raktárban nem látok semmit. Lemerült, aha. Én nem hoztam magam a lelemet, az a baj. Én hoztam. Mennyit van még? Nem tudom, várj egy picit. Aha, oké. Meg van egy nálam, tessék. Jó, és hogyan rakom bele majd? Hát, jobb klikkelem elemberakás az elemlámpába. Csak majd újra kell equippelni, arra figyeljél. Hát ha én nyomsz egy F-et, akkor előkapja. Azt vagy hiszem. Kezes lábas ruha is van, beszarsz. Jaj, ez egy konkrét gyártósor itt, hoha? Igen, azt mondom. Ez még van bent is annyi láda, amit a kurva életbe azon. Láthatósági mellé, nem már. Raklap. Ó, van emelet. Ne basszál fel. Nem tudom, hogy találtam egy lépcsőt. Tudom megnézni. Az kell. Zajvédő füles. Tudom megnézni, hogy mennyi van a tárba. Ez a tető? Biztos, hogy Oliver. Hogy tudod megnézni? Honnan tudom az infót, hogy mennyi van benne? Nyomsz egy jobb klikket magad elé, és akkor inspect weapon, hogyha a kezedben van. Ha?
Csak úgy mutatja, hogy mennyi van a tárba, meg hogy mennyi lőszer van nála az 6 darab. Az egyik nőt át. Tojt. Ja, te most ment vagy az emeleten, Dave? Nem, leugrottam az emeletről. Az komoly. Ha, itt vannak a ládák, amiről beszéltél. Jó, ez itt mind kell. Ajánlj, fölmegyek én is az emeletre. Hú, találtam egy raktárat. Hú, geci, itt is vannak cuccok. Hozok egy szerszámos ládát, ami tele van cuccokkal. Az jó. Meg is érzi a karaktert, tegyük hozzá. Nagy kalapács, az a sledgehammer, nem? Gondolom. Azért már azt találtam egyet. Jó. Meg kell várnám is szódát. Van tisztító folyadék is itt. Még deszka. Húszosrony. Fehérítő. Fehérítő. A fém darab, az kell. Dávid? Még egyszer? Dobta. Na, én is azt nézem. Hólapát. Mi? Nem dobta ki. Nem, egy pillanatra szerintem csak. Deringyó. A ringyónál nincsen semmi. Na, és most van az, Dávid. Hogy én pakolok be. Hogy én meg kurvára nem tudok rakni semmit sehova. Én még betulok, de meg látjuk mennyit. Gipszporos zsákot berakom mindenképpen, az kurva nehéz. Az 5 kiló, egy zsák. Úgyhogy az biztos, hogy berakom. Fém darab az nem nehéz. Szerszámos láda 6 kiló, az befér? Nem fér be, azt kidobom neked. Tessék, ma vannak cuccok. De még akkor fölnézek szerintem az emeletre. Elemlámpa hogy bírja? Jól, 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 még több mint tart, még a 8-10 eleben van. Hol mentél fel az emeletre? Agyon bementem ebbe a gyártós sor részre. Várj egy kicsit. A jobbra szélénél. Valami veri az ajtót. Oh, hello. Ráadásul nem is belülről, hanem kívülről. Ahogy kurva anyádat. Találtam egy kulcsot nála. Az jó. Őrakjuk a kulcstartónra. Hát, kell valamihoz. Na most van általam is tele a neve. Várjál, hogy kiveszünk innen néhány cuccot, amit inkább elviszek kézbe. Itt ezek a könyvek. Rongy. Ó, ez meg a tető. Hülye, kimentem a tetőre. Ott voltam én is, és onnan ugrottam le. Szép volt. Pont azon egy hulla az, ami ott volt, és annyi közül volt az egyiknél egy pisztoly. Esküszöm az előbb, mint hogy láttam volna egy ajtót. Egy behalusztam csak? Menni. Maybe. Több ide van, nem fér bele. Hopp, ott mint hogyha. És még mindig nem mentünk oda-vissza, Dávid, ahol eddig menni akartunk egyébként. Igen, és hogy megint lesz egy körünk haza így. Igen. Durva ezért. Nem baj, mert figyelj, ebből legalább már valami normálisabb cuccosokat már tudunk csinálni. Uh-huh. Ami. A gizét jó lenne jó találni, nagyobb bunker tervrajzot, annak örülnék. Ne csak az egyes szintű kicsi szar legyen, hanem mondjuk az egy ilyen nagyobb, azt mondom, azt már építsük meg, arra már kíváncsi vagyok. Nagy bunker építés. Ó,
Azt a mezőre is lehet csinálni, ezt így nulláról? Nem, csak ház alá, sajnos. Mi az, hogy sajnos? Ez kurva jó hangzik. Hát, hogy csak a ház alá. Ház alá, ilyen basement bunker. Aha. Ez kurva jó. Alapgépjárművekhez olvassuk csak el. Berakta a gépsporos zsákot a kesztyűtartóba, hogy fér? Hát, mivel nem fér be a csomagtartóba. Kénytelen voltam oda rakni. Találtam egy izé rajzolt térképet. Kultúrház, itt megtalálod a testem, szeretlek. Meg tudod tenni azt, mielőtt eljössz, van ott valami, ami segíthet, mi újra együtt leszünk valahogy. Azt kívánom, Istenem, sohase állomásoztam volna itt, mégis boldog emlékek voltak itt. És ez milyen térkép? March Ridge. March Ridge. Ja, megnőzom, szóval a gecimben van. Ha ilyen hosszú főút van mellett, az, az konkrétan tőlünk lent dél. A faszba, ja. Minden tőlünk. Minden kurva. Lent van tőlünk a faszba, egyébként nagyon fölkurmos már. Milyen neve? A nagyváros is rohadt messze lesz. De egyszerint a nagyvárosban annyival egyszerűbb bejutni, hogy csak követni kell a nagy folyó mentén. Kell csak mennünk. Az igen játék, gratulálok. Ez mind mosdó. Volt egy ajtó. Nem, ez raktár. Találtam egy lakatot, gyerekek. Rongy meg szivacs. Tisztító folyadék, fehérítő. Na, a lakatra kíváncsi vagyok. Itt följebb még valami. Tókolom. Akkor most egy autóval jöttetek? Végül? Igen. Jó. Tudod, mi lenne kíváncsi, hogy van-e benne éjjel látó? Miért? Lágítasz nálam? Hát igen, a flashlight miatt. Genzo, itt vagy, vagy? Nem, itt van benne nálam. Ja. Mindenki lett maga... Ah, meg van két shoulder zsák. Egy hullapáttal telibe baszom a zombit, jó? Kire vagyok, meg fel tudnám pakolni magamat is. Kerékpumpa, gyerekek? Az van otthon egy pár már. Oh. Szóval a fémrudokat, fémcsövöket mindenképp hozzuk el. Cementes zsák, itt van még három cementes zsák. Azt kéne még elvinni. Jön? Mhm. At your service. Az abban már nagyon faszán lehet építkezni majd. Meg aztán az nem fog kelleni a mi nevéhez. Mihez? A... basementhez. Na biztos, mit tudom én. De? Ugyanannyit tudok, Dávid, mint te. Ott tűnt a cementes zsák. Tehát benyavalta a Dávid ma. Hát csak egyet tudod felvenni. Kettőt maradt. Hármat. Elkezdtem felvenni, ezt eltűnt. Hát van egy táska, ami 50 kilót elbír. Az már hiking. Talán 50 kiló elmegy benne. Hogy nézek ki, mint a Predator? 49-et pontosan. Nem csak 38. Hol lehet megnézni? Hát, hogyha rányomsz a hátizsákodra, akkor ott fogja fönt mutatni jobb felső sarokba, hogy valami per valamennyi, és akkor a jobb oldali szám az. Bassz meg, az enyém csak 15 kiló. Az kevés. Vagyis, hogy a leterheltség az? Kapacitás? Hát, ha rányomsz a hátizsákra, tehát az inventory belül rányomsz a hátizsákra, akkor úgy mutatja jobb fönt. Jobb fönt nem mutatja, rögtön itt mutatja. A hátadon van a hátizsák? Igen. Várják, megnézem a streamedet. Már így nekem ez kínai. Nekem is. Body armor pack, véres, leterheltség csökkentő 80, kapacitás 38 és leterheltség 19.98. Na. Te nyomj rá a hátizsákra. Ott van jobb oldalt az inventorinál. Tehát nyomsz egy betűt.
És akkor ott van oldalt. Ilyen kis mini ikonnak. De bal oldalt vagy jobb oldalt? Jobb oldalt, ilyen mini ikon. Mikor ez? Odaír a stream, megmondom. Nem. Az inventorin belül, tehát egyel odébb. Itt? Ugye most a földet nézed, földét nézted. Igen, ott, és ott van a táska, azaz, arra rányomsz. És akkor mutatja fölötte. Ne bal klikkel. Hogy lásd, hogy mi van benne. Úgy, és ott mutatja fölötte, 38 kilót bír a tiéd is. Ó, ott ilyen szarunk mutatja. Ja, az, hogy mennyi van benne jelenleg, aha. Igen, hogy 10 kiló van benne a 38-ból, igen. Jó. Na, hajnali, ott van gyerekek. Piros sapkás vagyok. Hajnalódik. Most dugunk, ja mi? Mi? Jaj, várjál, kell innom meg ennek. Gyerünk, Dávid, én bízom benne. Azaz. Hopp. Mi a baj ennek a faszfejének? Kamuzgat itten. Ugye életleni problémákra... Mi? Az igen. Nem veszünk a fájdalom sem, tudod, már az összes a felette. Örülök, hogy a Nissan sokkal. Most már pöcre indulni. Na kuci, muci, puci. De most mutatja folyton a szívet, be vagyok kötve, nem megy le a vérem, a testállapota csak egy karcolás. Hely, bekötve, akkor mi a faszom a baja? Éhes talán. Nem. Émelyeg. Oldalt annyit írt, hogy émelyeg. Nem tudom, akkor csak a lánc, nincs sem sérülésem, de annyit jön, nagyon súlyos sérülésem van. És semmi faszás sem nincs. Aki jut a játék, gyerekek. Elhagytalak titeket. Mm-hmm. Mikor? Fősödik. Ezt így elhagytál minket. Azt írta, hogy hát. De fősödik. Ez hülye, szerintem. Fősödik érték. Hol vagytok? Városban vagyunk. Ja, azért mondom, hogy fősödik érték. Ott kell a roncstelepet, nem tudom, hogy ez. Fölúton megyek visszafele. Ja, látom, én is. Nem ott akartam lemenni, ahol voltam, hogy lemegyek. Ott akartál, ahol vittél vissza. Igen, most vagyok én is a mondhatós kocsinak. Száguldok. Ez benzinkutat válhattam. A rendőrség mellett megyek el most. Elhagytad a benzinkutat, én most hagytam el a benzinkutat. Hello. Gyors csajtó. Baszom, ennyi zombi itt, baszom. Köszönjük. Jól látlak. Jövök. Hello. Ne, lefullad. Indulj, ez az. Ja, azt is hiszem, hogy lefullad az a szar. Babazi. Ferrari. Jó, pont elkaptam, ez az. Oliver, kijön a C2, az jó lesz, mi? Remélem. Csapatásos lesz. Tölteni kipróbálni, igen.
Letöltöd, kipróbáld, letörlöd. Jövök, meglátjuk, mi a szert. Te nem kell, kerülöd. Kapd el már a fodlat. Miért spónolt le ennyi zombi? Hello. Túlmentem. Most már megint köd van, te kurva hollója. Tényleg miért spónolt vissza ennyi zombi? Nem tudom, nem fedjük el úgy őket. Hopp, laggok vannak. Hatalmas laggok vannak. Igen. Szétesik a valóság, gyerekek. Iba a Matrix. Ja. Kezdi megadni magát a motor 46%. Játékmesterné gyenge volt a net. Ez jó volt most, Dávid. Én ezt értettem. Én is. Már nem... Jézusnak az a szarja. Már nem... De ne... Nem, ez a paródia. Ja, tudom. Már nem tudom, hogy miért szokták. Hogy mihez van. Nem is vágom most a... Üzét, csak... Elkezdtem mondani, hogy i. És akkor beugrott a kép, hogy ott mutatja, hogy... Sok i betűt. Ami ugye... Majdnem üresbe elgurultam idáig ezzel. Olyan a hakkam. Olyan ugye? Jaj. Itt valami a háznál, ugye az Oliver. Igen. Igen. A felvette a sapkát azt. Hallod, elővettem a fájdalom és a pitthot, hogy mondom, mert fáj. Előveszem, most már nem fáj. Ránézett a fájdalom csillapítóra, bazd meg. Rakjuk vissza a társik first aid-t. Gondolattam meg, hogy utál. Ügy, bazd meg! Amúgy tök jó, hogy itt ez a fehér autó, ezzel is kell majd csinálni valamit, amúgy van 5 működő autónk. Nem, azzal kéne valamit csinálni, hogy a faszomba tudunk lehető leggyorsabban tanulni. Nem, már nagyon fogok, hogy nem tudok autót javítani. Oliver, a te kocsid, ez tele van. Tudom, itt a déli. Zöldizó, mi volt? Mit kell csinálni? Hát nem, most, hogy mit mondtál, az elejéről lemaradtam. Hát, fölkúr. Fölkúr, hogy itt van 5 autó, bazd meg, és nem tudjuk őket megjavítani, mert nem tudunk rájönni, hogy kell normálisan tanulni. Ez nagyon fölbasz. Tényleg itt van 5 autó, meg kismillió. A fém alkatrész a kocsihoz, már 3 új autót össze tudnánk kapni, de nem megy. Figyelj! Racionálisan kéne autószerelő, az van. Úgy értem, hogy... Gépész van. Nem úgy. Az áll a legközelebb. Nem úgy, nem úgy. Nem? Mint épület. Autószerelő? Van. Az tele is van egyébként alkatrészekkel, azt mondtam is a Dávidnak, hogy oda majd vissza kéne menni egyszer. Lehet, hogy... Ott lesz olyan tananyag, amit azt kell megtanulni. Meg lehet, hogy ott kell, ott tudunk csak szerelni. Meg nálam most van egy szerelés első szám. De azonban ez is csak TP szorzót ad, azért nem értem, hogy... Nem, mert hogyha neki állsz vele pacakolni, akkor fejlődik. Igen, amúgy ha úgy működik, hogy az óra szétszerelésével, meg ilyen praktikákkal megy a villanyszerelés, akkor igen, csak például, ja, elvileg, hogy volt, de ezt lehet, hogy már ti mondtátok, hogy például a lámpákat, meg izzót kiszedni a kocsiból és visszatenni. Hát igen, csak nem az annyit egy sokáig tart. Ja. Ezére mennyit ad aksi kivételbe betétel? Nem hiszem, hogy sokat. Keréklevétel. Majd akkor nem is tudunk csinálni, mert nincsen előnk. Valahol én láttam pedig. Legalábbis gondolom, hogy kell hozzá. Ja, persze! Jó, de attól függetlenül fasza, hogy... Logikus helyen van, szóval egy autószerelő ízébe. Ja. Na.
Hittem, hogy morog a zombi. Magazinból van négy. De az a baj, a könyvek is ez csak szorgó. Ez mutatja, hogy mit tanít meg. Várjál. Ha elolvasom a villanyszerelő magazin első számot, megtanítja, hogy kell V1-V2-es és V3-as távirányítót csinálni. Elolvasom a negyedik számot, az bemutatja, hogy kell távkioldót csinálni, meg elkészített kioldót beszerelni. Nice, azt mindjárt adom nektek akkor, mert ezeket már elolvastam, azt írja. Ja, rárakom a polcra. Zsebkendő? Tényleg itt van kurva sok cucc, csak nagyon tudunk vele mit kezdeni, mert nem igen tudunk építeni. Mondjam. Nem így, ott közben videót nézek, és így kisgyerek ott van a egy ilyen műsorba, hogy sakkozhat. Na, hogy valami nagyon jó sakkozó, és akkor odahívnak gondolom a világ egyik legjobb sakkozóját, aztán vele kell játszani, aztán egyetleg 8 vagy 7 éves gyereknek. Ő még fel se fogja, hogy mi van, azt megfogja, azt elveri a felnőttet, mint a szart. Gondolom én. Nem, öreg mérve profi sakkozó lehet, az is ki tudja. Hát, a nagymester, akkor igen, akkor... Csesély. Hogy kuperáltak, de aranyosak vagytok. Guberálok, szórok ki mindent, ami a zsebembe van, meg a tárgyalában. Ja, ez az. Van nálam egy hitelkártya. Add ide! Adjál mellete. Dávid kedvence. Hülye, hát abból van ez a dárdám is. Jól van. De mindjárt lesz még valami, csak gyűjtsek össze $500-nyit ezekből. Hú, az mi a faszt akar ez venni? Örülni fogsz. Attól félek én is. Már csak keresem, hogy lőszert is lehet egy hozzá. Aja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 j
Miért nem tudja? De volt, hogy ebben a sorokban már nem tudok pakolni semmit, mert annyira tele volt. Már nem engedett a pakolni a földre semmit, Oliver. Tartály. A Rönnében meglátja ezt. Úristen, bazok, mi a fasz csináltatok? Az imádja a kupit. Ritkán tesz rendet. A ládákban valami rendet akart volna, csak az Istenre van szóra. Ha lesz basementünk, ó, de jó lesz. Tudunk rendes tárolót is csinálni? Nem lesz a legtip. Nem figyeld, ez valami Sword Art Online-os fegyvert fog vásárolni, mert ez meg figyeld meg, geci. Az az egy van, úgyhogy igen. Miért? Hogy lehet pénzért venni bármit? Nem, mert van benne mód, amivel a pénzből lehet csinálni. Százért meg tudod venni Harry Potter varázspálcát. Mi a fasz? Hát figyelj, egy milliárdér IRL pénz, megfoghatják a kukim. Ja, mi? Nem? Ó, egy milliárdér nem csak megfoghatják. Na. Egy cumis, ugye? Ja, igen, az már az egy ötös. Figyelj, mert haladok, mert már 322-nél jár. Most, hogy egy 60 éves férfi akarja, akkor azért az egy 5 milliárd. Nincs még valahol itt? Milliárd, én nem adnám. Megyek izé kajálni. Ilyere? Igen. Viszont ahhoz először megkajálok ingém izomból, hogy ne legyen problémája a fasznak. Megromlottak a cuccok a hűtőbe, srácok. Hát, az várható volt. Ja. Áram nélkül. Most van áram amúgy? Van még egyáltalán valami normális kaja itthon? Mert olyan világos van. Új
jöttem, még találtam leves konzervot. Nem, azért, mert most nappal van Genzo. Hát de akkor is be van húzva a függöny, azt mégis. Ennyi fény jön be. Nem megyek le, pihentettem a karaktert. Megpróbálok nem éhendöglésig visszaérni.